Hello, sziasztok! Belement a hajtásba, 1980 km, és ideje lecserélni, de hát nem így. Így nem állsz neki szerelni otthon, ezért vagyok itt a mosóban. Ez egy olyan 200 km-es menet, az utolsó teljes pucoláshoz képest. Így érdemes nekiállni a hajtást cserélni. De legalább ne legyek tiszta, retek olaj. Tekerjünk oda, szállítsuk meg, azt cseréljünk hajtást. Hát eljött az ideje, hogy a sort és a láncot cseréljen. Ugye 10500-nál vagyunk, ez a harmadik lánckerék sor lesz. És a, hát nem akarok, a hatodik lánc talán. Most mind a kettő új. Ez egy CSM 771-10, ugye az XT széria. Ebben most belerakjuk a régit, elmostjuk. Őszintén a láncot ebbe. Ő már nyitva van, valahol megvan az összekötő stift is. Ó, de cselesen. Na, szedjük ki a kereket, azért van ez fejemben, nekem nincs hozzá állványom. Ugye most útban van a gyors szár. Csapágy princsó. Nem látszik rá nagy kopás, de azért lekapjuk. Ugye mit kell hozzá? Egy láncos kulcs, meg a speckó kulcs ide bele. Elméletileg 40-nel van húzva, szóval olyan nagyon nincs. Ez egy mókolt, gyártott láncos kulcs, de lehet kapni szépeket is. A lényeg, hogy meg tud fogni. Én ezért nem vettem egy szépet ezekre a pillanatokra. Így ezt lehet elmosni. Kívánál valami rongyféleség, amivel ezt lehet takarítani. Ugye mivel ez nem alubakos volt, ezért szépen megmarta. Ez a bringás VD40. Ugye mindenre jó, de semmire. Egy kis hokkeféle. Azért nem ezt szépen kitisztítani. A legjobb, ha van egy kis szilorett rajt. Néna legyen. De csak nagyon vékony réteg. Na és akkor most jöhet fel az új. Csak egyféleképp tud föltenni, szóval nagyon nagyon hibázni nem lehet. Hát jó, föl lehet úgy, hogy először ezt rakod, csak úgy elég furá jönnek meg a sebességek. A következő három. Hogyha mondjuk látnék, hogy könnyebb lenne. Jaj, egyszer csak jön valami cseres, ahova kell távtartó. Ugye mindig kifelé legyenek a feliratok, hogy hány fog van, mert így szétkülik, akkor nem tudjuk, hogy kapod föl, mert itt váltás segítség van. Itt még van egy távtartó, a második hármason, szóval ide még nem jön a plusz távtartó. És a felirat rajt, hogy ez egy 16-os. Most jön a távtartó, mert ennek sincs pereme, meg a következőnek sincs. És jön a 14-es, ugye? 14-es, szintén kifelé. Szépen látszik egyébként a váltás segítő rendszer, amikor jól rakod össze. És egy 12-es, ami már rajt van a távtartó. Na. És a 11-es, a legkisebb, amit ugye egyértelmű, mert itt van a ricnizés, hogy megálljon rajta. És jöhet fel az áróanya, a 6 grammos, ugye megmértem az unboxingban. Ugye 40-re meg kéne húzni. Rá is van egyébként írva,
40 Nm. És itt egy 40 Nm-ra állított kulcs, amivel meghúzom. Ebben az irányban nem kell láncos kulcs, mert a hajtás irányba. Azért sokkal jobban néz ki, ha megnézed, így belülről látszik az alutartóbakos elrendezése. Elég csapágyat ilyenkor érdemes megnézni, hogy nem érzed a golyókat, nem kell szétszedni, újra kenni. Na és akkor hát a féktisztító. Ugye a tárcsaféket egy kicsit sikerült bekenni, annak semennyi kenés nem kell. Egy nagyon tiszta rongy, ami nem ez. Ez jó. Nagyon könnyű megbővíteni, ne bővítsd el. Most két lehetőség van, visszaveszünk a kereket. És úgy szedjük le a láncot, hogy ledobjuk a láncot, visszateszünk a kereket, annyival legyen könnyebb. Hol a láncprés? Megkeresem az erősített összekötő szemet. Ugye az itt van, megszámoltam még egyszer, de tudom, hogy 112, és mivel innét nyomom be, ezért erre nyomom vissza, mert ezt még egyszer vissza akarom majd tenni. Ez kijött, nem? Most. És most ez szépen szét fog csapódni, ahogy kiveszem belőle a prést. Így. Az új lánc, ami ráírják a dobozra, hogy 114 szemmel, szóval két szemmel hosszabb, mint kéne. Egyébként a hosszú úgy tudod beállítani, elő nagy, hátul legkisebb, és a tengely, és a két a vezető meg a váltó görgőnek, annak egy vonalba kell lenni, hogyha normálisan áll a bringa, akkor a talajja, a derékszög bájon ez a két kerék ennyi, ami az egész, az a jó lánchoz ebben az esetben. Na, akkor ezt szabjuk le 112-re, azaz legyünk belőle két szemet. Elmondtam az unboxing, hogy melyik oldalból, ugye? Ez fontos, hogy ebből az oldalból szabjunk, ahol a belső van. És itt szépen ki lehet nyomni. Fogod, kinyomod. Benyomáshoz nem olyan jó ez a topik láncprés. Kicsit át kellett alakítani, hogy jó legyen. Majd mutatom. Kinyom, tökéletes. Ugye ez kuka, kiesett. És itt kiveszed a láncprésből, akkor ugye ez a kuka, ez a külső. De most ez egy 112 szemes. Van ennek egy segédlete. Ez a kis kampony, vagy össze fogom majd akasztani a láncot. Ez a letörő, most még a nyele. Viszont depréseléshez nem ezt az elgörgülős gyári shiftet használom, mert egy sima bilingus csavarnak ugye sima a felülete befelé nyomni, ez jobb lesz. Szóval így most egy sima csavar van benne, egy belső kulcsnyílású, amit majd a megfelelő kulcsa simán bele tudsz hajtani. Szóval kész a lánc, befelé présünk. Le van szabva a láncunk, így miért? Ahogy fűzünk, úgy fűzünk be. Na most mi húz mit? Ugye ez volt itt a nagy kérdés, ez a külső szemmel, mert elindulunk a befűzéssel, de így. És ennek a módjára, hogy az kijön, ez bemegy. Menjen el a lánc. Hát így itt, mert ugye így jön majd a váltó. Ez a kerékenés, itt kell összeakasztani.
Most jön a kis beakasztó kampunk, és kívülről befelé beleteszem a helyére. Éppen bele van lúgva fézzel, és a többit pedig a préssel. És nem szabad megfeszíteni, nagyon könnyen eltörik. Talán sikerül érzem, hogy szépen bepréselődünk. Megint egy fénykép, úgyhogy haladunk befelé. És teljesen sikig be kell nyomni, de azt már nem ezzel. Ezzel csak addig lehet bejutni, amíg elérje a lánc oldalát, hogy ne sérüljön meg a lánc. És megmutatom azt az állapotot, talán látszik. Ilyenkor vissza kell alakítani. De ilyenkor már az elgörgült vacak is jó, mert ugye ez elgörgül a topiknak, és itt most még ez kilóg, így nem jó, hanem ezt síkig be kell nyomni. És most szépen belenyomjuk, és addig kell nyomni, amíg ez itt mehetünk, inkább többször szed le is, nyom meg pici kis lépésenként. Kézzel lehet érezni, mikor tűnik el. De onnét is érzed, hogy akkor lazán mozog a lánc. Ha kicsit túlnyomod, akkor szorulni fog. És most jön az, hogy ebbe van egy kis letörő. Ezt ide ráteszed, és ezzel le tudod törni. Csak egy jó erős húgóval egy biztos ellentartás. Hogy a lánc ne feszüljön meg. Amúgy könnyű letörni, mint a ropit. Egy előbb letörik, mint átmegy. Így ennyi letörni. Ugye letörik ez a pici kis darab, ezt is a fényképezzük, hogy mit törtünk le. Aha. Itt teljesen sima, innét egy picit kiállhat, viszont nem szorulhat. Akkor inkább egy nagyon picit, van aki azt mondja, hogy meg kell törni a láncot, nem. Nagyon picit vissza kell nyomni, mert akkor valószínű túlnyomtuk. Ezzel nem szabad sokat játszani. Ezt így kell találni elsőre. Teljesen síkba van. Egy nagyon-nagyon picike akadást szabad csak érezni, de tényleg nagyon-nagyon picit. És mehet be a kerék. Ez egy ország. Féktárcsára kell figyelni, hogy ne csesszük le. Ahol akik szét a fék betéteket, helyén van. És elméletileg kész is vagyunk. És ha most megnézed, akkor ez a három, ez egy vonal van, és ha leállítjuk a talpára a bringát, akkor ez a két kerék tenger, ez a talajja derékszöget zár be. Na, hogy vannak a sebességeink? Én most kéne a lábot állítani. De az már egy másik videó lesz. Úgyhogy iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Sziasztok!